Nem mindennapi látvány fogadta stábunkat a tolnai Pitypangoviban. Az udvar ugyanis gyerekekkel, szülőkkel és nagyszülőkkel telt meg. A Covid helyzet után szerettük volna egy kicsit jobban összehozni a családokat, a dolgozókat és a gyerekeket is így a program kapcsán, ezért gondoltuk, hogy az idei év során megpróbálkozunk ezzel a úgynevezett Pitypang piknik elnevezésű programunkkal. A program első felében családi vetélkedők vannak úgymond elhelyezve az óvoda udvarán, 6 állomás, forgószínpadszerűen haladnak a csoportok, az óvodánknak is 6 csoportja van, és így az óvonénik, dadusnénik koordinálják úgymond a családokat így a feladatok kapcsán, hogy kinek mi a feladata éppen. 20 percenként váltják egymást a csoportok az udvar területén, és hogyha véget ér úgymond a vetélkedő része ennek a napnak, egy apró kis csekészséggel tudjuk megvendégelni, illetve meglepni a gyerekeinket. Bobitás Pitypang nevű alapítványunk által pályáztunk a gyermek- és tömegsport pályázatra az önkormányzatnál, és ennek keretein belül tudtuk megrendezni ezt a rendezvényünket. 7 órától pedig 9 óráig tini diszkóval kedveskedünk a gyerekeknek, és úgy gondoltuk, hogy ezzel úgy méltó módon le tudjuk zárni a tanévet. Tartottunk tőle, hogy milyen vízhangja lesz az időjárás miatt is, mert azért eléggé változatos az utóbbi időben ugye az időjárás. Féltünk tőle, mivel Pitypang piknik jellegű a rendezvény, ezért, hogy az udvar hátsó részén is látható plédeket kértünk a szülőktől, piknik jelleggel elhelyezve, és itt tudnak egy picit így a vetélkedők között pihenni a gyerekek. A gyerekek, sőt, a szülők is nagyon élvezték a programokat. Nagyon jó, hát most kezdődött nemrég. Az első feladat ott volt, ügyességi verseny, ez egy kis erőpróba. Kíváncsian várjuk a többit. Legközelebb mi már iskolások leszünk, de egyébként jönnénk. Ott húzni kellett, itt futóverseny, a gyerekeket föl kellett venni a hátja, és ennyi még. Futni lehet a kicsikkel, még lehet kötélhúzás, de az már volt. És hogy érzitek magatokat? Nagyon jól. Most még buliztak egy nagyot a kicsik és a szeretteik, néhány napon belül viszont kitör a vakáció. 6 csoportunk van, a csoportokban az átlag létszám 23-24 fő, tehát azért bőven 125 fővel működik az intézmény az év során. Az a tapasztalatunk, hogy a nyári időszakra azért vannak olyan családok, akik könnyebben meg tudják oldani a gyermekek elhelyezését a nyára, viszont ahol esetleg nagyszülő, családtag nem tud besegíteni, ők azért ugye végigigénylik szinte a nyári ügyeleti időszakra is az ellátást. Az óvonőknek is ugye ki kell adni időarányosan a szabadságaikat, tehát szabadságolási időszak kezdődik június 16 utántól már, ugyanúgy a dadusnéniknek és az óvonéniknek is, és ilyenkor összevont csoportokba fogadjuk a gyerekeket. Ugye minden héten másik óvonéni van velük délelőtt, délután, de igazából ezt a részét a gyerekek nagyon rugalmasan kezelik. Akiknek ez jobban fennakadás, az a szülőknek szokott problémát okozni.